Tisztelt elnök úr, tisztelt konferencia, köszönöm szépen a megtisztelő meghívást erre a nagyon-nagyon izgalmas kérdéskör tárgyaló konferenciára. Az én előadásom inkább a tegnap esti, késő délutániakhoz fog kapcsolódni a 16. századi szerzetesség kérdésköréhez. Előadásom egy a 16. századi egyházi kultúra a magyar irodalomtörténet szempontjából igencsak jelentős korpuszával foglalkozik, a késő középkori magyar nyelvű kolostori irodalommal, amely az első jelentős magyar szövegegyüttes. Mondandóm három részből fog felépülni. Előbb rövid áttekintést nyújtok, emára már több modern szövegkiadásban is olvasható kéziratanyagról, majd ezen a anyanyelvű irodalom 15. század végi, 16. század elején megjelenésének okait ismertetve kitérek a konferencia témáját szolgáltató Maius elemér e szövegek keletkezésével kapcsolatos állásfoglalására. A Maiusi álláspont árnyalása véget főként a kódexek normatív célú írásai alapján azt mutatom be, hogyan beszélnek az apácák számára valószínűleg lelki vezetőik által fordított, sokszor már az apácák által másolt anyanyelvű olvasmányok a női közösségek egyházon belüli szerepéről, illetve milyen funkciót szántak ennek kiteljesítésében az anyanyelvű kódexeknek. Végül egy rövid kitekintés erejéig bemutatom egy kódexek, illetve az őket használó közösségek utóéletét is. A nyelvtörténeti értékük miatt nyelvemlékkódexekként számon tartott kb. 40-50 fennmaradt kézirat valószínűleg csak egy része az egykori, késő-középkori magyar nyelvű kódexanyagnak. A 15. század utolsó és a 16. század első évtizedeiben készültek nagyrészt apáca közösségek, kisebb részben világiak, főként főúri patronusok részére. Az utóbbiak is rövid említést érdemelnek, ugyanis készítőik és a bennük foglalt szövegek okán is szervesen kapcsolódnak a kolostori használatra készült társaikhoz. Legtöbbjük imakönyv vagy imádságokat is tartalmazó vegyes gyűjtemény, a legjelentősebbek azok talán a Kinizsiné imakönyvei, a Festetics meg a Csekódex, amit a pálosok másoltak számára. A számunkra itt igazán érdekes szövegcsoport a kis részben a 15. század közepén, utolsó harmadában, nagyrészt a 16. század első négy évtizedében apácák számára másolt, jelentős hányadában apácák által másolt kódexanyag. A latinból fordított magyar nyelvű szövegeket, regulák, életvezetési tanácsadók, prédikációk, legendák, imádságok, stb. Közösségi vagy magánolvasmánynak szánták. Céljuk az volt, hogy az apácákat a helyes szerzetes életre neveljék, illetve hogy lelki gyakorlataikba segédletül szolgáljanak. E kolostori irodalom zöme a ferencesek és a domonkosok szorgalmát dicséri, kisebb részük a premontrei apácákét. Főként a királynői, királyi alapítású óbudai Clarissa és nyulakszigeti dominikánus zárda volt jelentős másolóközpont. A 13 domonkos kódex mindenikét a Nyulak-szigetén használhatták, ezek körülbelül felét biztosan itt is másolták. Legkorábbi a töredékes Birk kódex, tulajdonképpen egy piszkozat példány, amely Szent Ágoston reguláját és a rendi konstitúciókat tartalmazza magyarul. A fordítást Váci Pál domonkos szerzetes készítette 1474-ben. Később az olvasmányanyagot már maguk az árdalakok másolták. A kolostorban ugyanis több generáción keresztül működő szkriptórium létezett, ennek a munkásságával Háder Lea foglalkozott részletesen. Név szerint is ismert írnokai, Ráskai Lea, aki egy ideig a kolostor könyvtárosi tisztét is ellátta, és a főnökasszony mellett titkári feladatokat végzett, és a beteges legéndi Kató, aki valószínűleg a fiatalabb apáca mestere volt. Ráskai 5 kódexen dolgozott, ezek mind közösségi olvasmánynak készültek, mint egy a regula illusztrációi. A Margit legenda a kolostor szentjéről, a domonkos kódex a rendalapítóról szól. A Kornidész kódex prédikációkat és legendákat tartalmaz az egyházi évre, míg a példák könyve tanulságos történeteket, exemplumokat. Végül a Horváth kódex 2 Mária prédikáció egy útmutatót a helyes szerzetes életvitelre. Az árda következő nagy formátumú másolója Sövényházi Márta a kolostor életének nehéz időszakában tevékenykedett, amikor az apácáknak többször menekülniük kellett a török elől.
Terjedelmes munkája az érsekújvári kódex változatos szövegeket tartalmaz. Fametszetről másolt képekkel illusztrált passió, prédikációk, elmélkedések, legendák, jól átgondolt rendbe szervezve. Madas Edit felvetése szerint, mintha könnyen hordozható, kisebb könyvtárat pótló gyűjteményt kívánt volna készíteni. Az imádságokat tartalmazó török kódex egyik másolója szintén ő volt. A domonkos kéziratok között megemlítendő még a Jónási tükröt, Ferenc legendát és egy Szent Jeromosnak tulajdonított regulát tartalmazó Virginia kódex, valamint a Sándor kódex, amelyben Rosvita Dulcicius című mártír drámája olvasható elbeszélésé alakítva. Félig hórás könyv és verses szövegeket is tartalmaz a Winkler kódex. Az óbudai Clarissa Klastrom másoló apácáit név szerint nem ismerjük. A helyes életre nevelő írásokat tartalmazó Górki kódexet valószínűleg még az óbudai ferencesek másolták számukra kolostoruk megreformálásakor. Az életszabályokat és passziószövegeket tartalmazó Vitkovics kódex és Veszprémi kódex talán szintén nekik készült. Bizonyára náluk másolták a legendákat, traktátusokat, passziót, Mária síralmat, egybegyűjtő nádor kódexet és a legendákból meg elmélkedésekből felépülő terjedelmes debreceni kódexet is. Az utóbbival egyező szövegrészeket tartalmazó, talán innen kikerült Lobkovics kódex elegáns kötése arra mutat, hogy elegáns hölgyé talán egy Clarissa fejedelemnőjé lehetett. Valószínűleg az óbudai Clarissák számára másolt, már az 1530-as években két prédikáció és legenda gyűjteményt, Tihanyi és Kazinci kódex, Fráter F. feltételezhetőleg Lippai Ferenc, aki a ferences rendben fontos funkciókat töltött be. Az óbudai Clarissákkal hozzá kapcsolatban a szuzófordítást tartalmazó Nagyszombati, valamint a Ferenc legendát közlő Simor kódexet is. Ferences eredetű a Lázár Zelma kódex is, amelyben legendákat, példákat, imákat és elmélkedéseket másoltak. A Székelyudvarhelyi kódex első szkriptora, Nyújtódi András fráter a bibliai Judit könyvét fordította le tövisen apácáskodó Judit húga számára. Marosvásárhelyi harmadrendieknek készült a Teleki kódex, amelyben Szent Bonaventura nyomán összeállított regulát, valamint legendákat, példákat, elmélkedéseket és imádságokat másoltak. A dominikánák és klarisszák könyvei mellett egy az ozorai beginák számára pápai Pál Ferences szerzetes által másolt breviárium típusú zsoltáros könyv is fennmaradt, a Kulcsár kódex. Hasonló, ezzel közös forrásból másolt Pszaltérium Velikei Gergely műve a valószínűleg női szerzeteseknek, talán klarisszáknak szánt keszthelyi kódex. A premontrei apácák három kódexe. A három egymástól független kéziratból egybekötött zsoltár, kantikum és himnusz fordításokat, a rendtagokért és jótevőkért mondandó imák alkalmait megadó szöveget, valamint egy passió dialógust őrző apor kódex, a liturgikus előírások fordítását tartalmazó, mint ilyen egyedi lányi kódex és egy ima gyűjtemény a pozsonyi kódex. Egyik legterjedelmesebb magyar nyelvű kézirat a lövöldi kartaúzi kolostorban működött névtelen szerzetes prédikáció gyűjteménye az érdi kódex. Összeállítója mindkét nembeli együgyű testvéreknek fordított kompilált, hogy az anyanyelvük egyes olvasmány eszközével szálljon szembe a veszedelmes luteri eretnekséggel. Ismeretlen eredetű a legterjedelmesebb középkori biblia fordítás a Jordánszki kódex, ismeretlen felhasználó számára készült a passiót, Pszaltérium és énekek fordítását is tartalmazó világi pap által másolt döbrentei kódex. E vázlatos bemutatás után áttérnék az előadás második részére, amely a korpusz megszületésének okaival és Május ezzel kapcsolatos monográfiája a kolduló rendekről szóló fejezetének végén kifejtett nézeteivel foglalkozik. A nagyrészt latinból fordított kolostori irodalom születéséhez több tényező járult hozzá. Az írásbeliség terjedése és a magyar nyelv használatára való igény, a nyomtatás megjelenése, ami olcsó latin könyvek sokaságát tette hozzáférhetővé forrásként, a rendi reform és egy új személyesebb vallásosságra törekvő irányzat kialakulása, Magyarországra érkezése, amelyet egyes kutatók a devóció modernával azonosítanak, vagy annak hatásának tekintenek. Míg Horváth János 1931-es kézikönyvében, amely máig az egyik legértőbb, legátfogóbb tárgyalása a kolostori irodalomnak, a rendi reform mozgalom szerepét vélte a legfontosabbnak, Május vele szembe helyezkedve
a személyesebb vallásosság hatását helyezte fölébe a rendi reformok jelentőségének. Úgy látta, 1500 körül fordulat állt be a kódex irodalomban. Az ezután készült kódexek sokkal személyesebb lelkiségről árulkodnak, mint a reformhoz közelebbi liturgikus vallásosságot tükröző pár darab. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a ferences obszerváns mozgalom és a kódex irodalom keletkezése között fél évszázad van, és a domonkosok reformja még hamarabb véget ért. Azonban figyelmen kívül hagyta, hogy az anyanyelvű szövegeket használó másoló apácakolostorok megreformálására kisebb később került sor, mint a férfi rendekére. A nyulakszigeti dominikánáké az 1470-es évek közepén kezdődött, az óbudai klarisszáké egy 1489-es vizitáció után. Mivel a kódexek szinte kivétel nélkül másolatok, egyesek többedik másolatok, korábbi mintapéldányoknak kellett létezniük. Mindezek ideális közelségbe hozzák a reform és az anyanyelvű irodalom megjelenésének idejét. Összevetve a magyar kódexirodalom szerkezetét azokkal az eredményekkel, amelyek az obszerváns mozgalom történetével kapcsolatos legfrissebb kutatásokból, és különösen a nyugati megreformált női közösségek irodalmi termésével foglalkozó nemzetközi szakirodalomból rajzolódnak ki, kétségtelenné válik a szoros összefüggés a magyar kolostori irodalom és az obszerváns női közösségek számára máshol előírt olvasmányok között. Ilyen összevetést legújabban Lász Sándor idén megjelent monográfiája tartalmaz, amely párhuzamba állítja a 15-16. Század fordulójának magyar apáca műveltségét, kolostori irodalmát a megreformált nürnbergi Szent Katalin Zárda könyvanyagával. Az előttem szóló Kisfarkas Gábor pedig többek között a magyar fordítási irodalom egy részét lehetővé tevő 15. századi domonkos rendi reformar iskolázással, fordítási gyakorlattal kapcsolatosan fedezett fel fontos forrást. A szakirodalom összegzése és az ebből levonható következtetések a tanulmányváltozatban lesznek részletesebben olvashatóak. A májuszi álláspont árnyalása véget még érdemes bepillantani a kódex szövegekbe, és megnézni, milyen szerepet, milyen vallásos gyakorlatokat, feladatkört szánnak olvasóiknak az apácák számára valószínűleg lelkivezetőink által ajánlott olvasmányok. Erről leginkább az olyan normatív szövegek árulkodnak, amelyek a női közösségek életmódjára vonatkozó tanácsokat, előírásokat tartalmaznak, tehát a regulák és a regulák mintájára készített életvezetési tanácsadók. Az ilyen szövegek nagy száma maga is a reform és anyanyelvi irodalom szoros összefüggésére utal, ugyanis a rendi reform együtt járt a szabályok felelevenítésével és az azokat tartalmazó regulák, ordináriumok lefordításával, magyarázásával. Hivatalos rendi regulafordítás csak egy maradt ránk, a nyulakszigeti apácák kódexei közül a legkorábbi, a Birk kódex, Szent Ágoston regulájának és a rendi konstitúcióknak a fordítása. Ez egy-egy kisebb fejezetet szentel a közösségi élet céljának, egy szívvel és lélekkel saját tulajdon nélkül élni, az imádságnak, a mértékletességnek és az önmegtartóztatásnak, a szüzesség megőrzésének, ellenkező neműekhez való viszony, és a vétkező testvérek megintésének, az anyagi javak szükségletek szerinti elosztásának, a közösség előtti bűnvallás penitencia módjának, az előjáró hatáskörének és feladatának, valamint a regula betartásának. Rendelkezik a regula központi szerepéről a nővérek életében, heti felolvasásáról, az étkezések alatti kötelező felolvasásokról, amit az obszerváns kolostorokban anyanyelven lehetett végezni, és amely előírás az olyan közösségek előtti felolvasásra készült gyűjteményeket eredményezte, mint a Kornidész kódex vagy a Domonkos kódex. Az imádkozás módjával kapcsolatosan annak átélésére figyelmeztet a szöveg. Idézem, zsoltárral és egyéb énekléssel, mikor Istent imádjátok, az forogjon ti szívetekben, mit mondotok szátokkal. Idézet bezárva. Az egyéb normatív szövegek ezeket az utasításokat részletesebben magyarázzák. Sok szó esik bennük a lekció, meditáció, oráció hármas gyakorlatáról, ami a szerzetesek legfőbb kötelessége. Például a Vitkovics kódex álbonaventúrai noviciusoknak szóló tanító munkája az imádságról szóló fejezetbe azt ajánlja. Annak okáért encselkedjél idődet elköltened, avagy imádságba, avagy írásolvasásba, avagy jó gondolatban, avagy szolgálatban.
Az a rész, amely pontosítja, kikért is kell imádkozni, a szöveg latin forrásában nem szerepel. Kifejezetten a magyar célközönség a klarisszák vagy ferences harmadrendiek számára toldották be. Nagyon szépen látszik összevetve a forrás szöveggel. Ez így szól. Ennek utána imádkozzál római szentegyházért, tudnia illik szentséges pápa urónkért és kardinálekért, és anyaszentegyháznak közönséges fejedelmeiért, és vitézködő anyaszentegyházért, hogy emberi nemzetnek ellenségét, ördögöt meggyőzvén mendő gyülekezetével nagy győzedelemmel felmehessen a mennyei vigasságra. Ennek utána imádkozzál Menden szerzetesekért, mert Menden emberöknek fölöttő hitta őket Úristen tökéletességnek magasságára, és szegénységnek jegyével őket megékesítette, hogy mennyországba felvigye őket megkoronáznia. Ennek utána imádkozzál egész közönséges keresztjénekért, jelesen jótevőkért, hogy kik ő gazdagságokat szolgáltatják szűkölködőknek, ez küsdedekért érdemeljenek nagyokat venni, ez fődiekért mennyeieket, ez idő szerint valókért örökké valókat. Ennek utána imádkozzál a szegény purgatóriumbeli halottakért, és végezetre az hűtötlenekért, hogy kik ördögi családsággal vannak megfoglaltattak, Isten irgalmasságból hivattassanak hűtnek ő világosságára. Ha összehasonlítjuk a szövegrész jellegét a latin fejezet egészével, láthatjuk, hogy annak jóval általánosabb, de mindamellett a személyes belső lelki folyamatokra, történésekre összpontosító, helyenként meditatív elemeket tartalmazó előírásait itt nagyon konkrét, az imádság tartalmára vonatkozó rendelkezések váltják fel. Az itt előírt imádkozás nem az imádkozó apáca, hanem a nagy közösség, az egyház, szerzetesség, kereszténység, illetve a jótevők és az ellenségek, hitetlenek üdvéért történik, a szerzetesség 1000 éves hagyományai szerint. A mű későbbi, a gyónásról szóló fejezetében csak a magyar szövegben szereplő, ugye a forrásban ez sincsen, valószínűleg magyar eredetű gyónási formulába hangsúlyosan meggyónandó bűnként szerepel az ájtatlan imádkozás, zsolozsmázás, amiből a három kódexben is felbukkanó példa a tunyán zsolozsmázó szerzetesekről szóló is tanít. Az étkezésről szóló fejezet így figyelmeztet, idézem, legottan, hogy ételre harangoztatik, vesztegségben állván hányad, vessed meg magadat, műképpen a napon munkálkodtál imádságban, tanulásban és egyéb munkákban, hogy a megszerzett alamizsnát jó lelki bátorsággal ehessed meg. Mert a bűnösök osztogatják mi nekünk alamizsnájukat nem azért, hogy e világi fejedelmekről, avagy házasságokról, ez a két tétel ez csak a magyarban szerepel, avagy hodakról szólj, avagy hivalkodásban megmaradj, de hogy szöntelen imádságodban Úrnak előtte érhettek esedezzél. Az érsekújvári kódex egyik a zsolozsma fontosságát, jelentését magyarázó szövege egyenesen az alamizsnákért fizetendő adósságnak nevezi a zsolozsmát, halálos bűnterhe alatt elvégzendő kötelességnek. Hatodórán imád az anyaszentegyház, mert Krisztus akkoron adá el az ő szent lelkét, ő szent atyának kezébe, azért ez órákban kell szerzetes embernek mondani az isteni dicséreteket, a szent zsolozsmákat teljességvel, és megtöretlen, semmit el nem hagyván, mert ez időkben tartoznak az isteni dicséreteknek megfizetésére mind egyházi emberek, mind szerzetes emberek anyaszentegyháznak szokása szerint. Az egyházi ember ki él dézsmából és népeknek, jószágoknak elejükből, és eszi embereknek bűneket, meg kell fizetni az zsolozsmákat. Azonképpen a szerzetesnek es, mert él alamizsnával. Mert aki adós másnak, tartozik, hogy megfizesse teljességvel az adósságot az ő adósának. Ezenképpen a szerzetes ember akarja, hogy az neki megígért alamizsna teljességvel megfizettessenek, annak okáért ő neki is meg kell fizetni az jótevékért anyaszentegyháztól szerzett imádságokat.
E szövegekből, amelyeknek számát még szaporíthatnánk, és a tanulmány változatban majd több elemzésére kerül majd sor, jól látható, hogy a szigorú klauzurában élő koldulórendi apácák feladata a monasztikus rendekhez hasonlóan az egyházért és a kolostor jótevőiért való imádkozás, zsolozsmázás volt. Az obszerváns reform, amelyet a 15. század végére a magyar női közösségekben is életbe léptettek, nagy hangsúlyt fektetett a liturgia helyes végzésére. Az egyéni vallásos gyakorlatok, a lelki elmélyülés és tökéletesedés mind azért volt szükséges, hogy a feladatra méltóvá váljanak az apácák, nem egyénenként, hanem egységes, összeforrott közösségként. Anyanyelvű szövegeik abban segítettek, hogy a hagyományos feladatokat méltón végezhessék. Mindez eltérően attól, amit Május a korpusz kialakulásának fő okáról írt, nem egy a reformációban kicsúcsosodó individuális bensőséges vallásosság, hanem erősen közösségi és erősen liturgiacentrikus. Ezt az elmélyült közösségi szolgálatot a 16. századi hadi események megzavarták, de ellent kell mondanunk annak a sokáig hangoztatott nézetnek, miszerint a török hódítás és a protestantizmus a megreformált női szerzetesi élet segédeszközéül létrehozott irodalmat folytatás nélküli zárvánnyá tette. A Mohácsi csata után előbb rövidebb időre majd végleg menekülni kényszerülő margitszigeti és óbudai apácák, ugye a margitszigetiek előbb Váradra mentek, aztán Pozsonyba, végül Nagyszombatba, az óbudai klarisszák pedig Bécs, Grác, Pozsony, közben még volt előtte egy pozsony állomás, szóval elég kalandosan vándoroltak, de mindenhova magukkal vitték az anyanyelvű kódexeiket is. A pozsonyi klarisszákhoz került kódexeket a 17. században is használták, erről Schwarz Katalinnak vannak tanulmányai. Erről tanúskodnak a későbbi bejegyzések. A góri kódexet a hátsó táblán található utasítás szerint a novíciák oktatása során használhatták, az van ráírva, hogy az gyermekek házába való könyv. Nyilván semmit nem változott az az életforma, az a lelkiség, amit a 17. századi apácák meg tudtak tanulni egy 15. század végén keletkezett kéziratból. A domonkos kódexekkel együtt vándorolt cseh kódex, ugye, ami a Kinizsiné számára készült, és a premontreiek számára készített lányi kódexbe, Balassa Mária Viktória nagyszombati Clarissa főnöknő bejegyzései olvashatóak szintén 17. századból. A török kódexbe 17. századi kezek további imádságokat és egy lelki tükröt másoltak be. Sőt, amint azt kolléganőm Lauf Judit a makula nélkül való tükörrel kapcsolatos kutatásai bizonyították, egyes kódexek még a 18. században nyomtatásban is kiadott, és nagy népszerűségre szertett kegyességi mű inspirációjául is szolgálhatott újfalusi Judit Clarissa szerző számára. Szóval ezen a téren még alapos vizsgálatokat lehet végezni, hogy nem volt-e még további hatása is ezeknek a szövegeknek, esetleg a 17.-18. századi lelkiségi irodalomra. Lehet, hogyha nem is ennyire közvetlen átvétel, mint itt a makula nélkül való tükör esetében történt, ahol a Piri hártyáról származó szövegek bekerültek, és az érsekújvári kódex használata kimutatható, de közvetett hatás, illetve annak a vallásos, devóciós nyelvezetnek a használata, annak a fordítási gyakorlatnak a tovább alkalmazása, ami kialakult a 16. század elején, ez biztos, hogy a későbbi katolikus lelkiségi irodalomra nagyon jelentős hatást gyakorolhatott. Köszönöm szépen a figyelmet!